Negyedik dimenzió. Új negyedik dimenzió. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a globális világ elnevezésű budapesti konferencián. Azt hiszem, hogy talán a cím is kifejezi azt, hogy rendkívül izgalmas kérdésekről van szó. Nem csak azért, mert az egész világunk állandó változásban, állandó forrásban van, hanem ennek a globalizációnak az egyik érdekes témája az, hogy nemrég az amerikai elnökválasztás hajrájában vagy finisében Hillary Clinton ugye kijelentette, hogy amennyiben őt nevezik ki, vagy őt választják meg az amerikai Egyesült Államok elnökének, akkor az UFO kérdésről, vagy a megmagyarázatlan jelenségekről a világon minden dokumentumot fel fog oldani a titoktartás alól. Nos, aztán, hogy a világ megtudja, hogy ez a globális világ, hogy valóban mi van az UFO kérdéssel, vagy nem, ez a jövő kérdése, de azért itt Magyarországon 2016-ban úgy gondoltuk, hogy 16 előadóval próbáljuk ugyanezt a témát körbejárni. A konferenciának van egy külön érdekessége, és ennek a keretén belül egy könyvbemutatónak is részesei lehetnek azok a kedves nézők, akik itt vannak, és hát most önök is tévénézők. Az az igazság, hogy erre a rendezvényre jelent meg Sós Tibornak az Idegenek című könyve, amely az UFO kérdés próbálja körbejárni, méghozzá egészen egyéni szemszögből, de egy egészen fantasztikus feldolgozásmóddal. Az a javaslatom, hogy ha tehetik, forgassák önök is szeretettel. Negyedik. A műsor támogatói: a Reha Pungária Kft. Biztos támasz a bajban, a Fehér Té és Társak Kft. A Pilóta Panzió tulajdonosa, a Lapkon Kft. Dél-Magyarország Média Kft. A Superinfo kereskedelmi újság kiadója, a Superinfo Dél-Kelet Média Kft. A Studio P reklámiroda Kft. Az UFO magazin kiadója, és végül a Squash Club Kft. A Szegedi Squash Club és Szabadidőközpont üzemeltetője. Új dimenzió. A tudomány határai innen és túl. Negyedik dimenzió. Új negyedik dimenzió. Címmel tartottál egy érdekes előadást. Ennek most magyar vonatkozása van, vagy pedig általában gondolod ezt? Hát ezt valóban több értelemben is lehet venni, lehet általánosságban is venni, és lehet magyar vonatkozásban is. Ez azt jelenti, hogy objektíven kell az UFO témához hozzáállni. Ez azt jelenti, hogyha az ember, amikor hall egy UFO esetről, vagy egy UFO-kkal, vagy földönkívüliekkel kapcsolatos hírt, olvas, tanulmányt lát, akkor bizony nem feltétlenül kell azt azonnal elhinni, ami abban van, hanem utána kell nézni az interneten, adott esetben utána kell menni a témának könyvtárban, meg kell kérdezni kutatókat, tehát minél sokrétűbben, alaposabban utána kell járni, akármilyen hírt olvas az ember. Mert ugye manapság azt tapasztaljuk, hogy felbukkan az interneten egy hír, vagy akár egy UFO-s fotó, videó, és sokszor ész nélkül osztják az emberek, és különböző kommentárokkal, tehát önálló útjára kelnek ezek a fotók, videók, és sokszor ezekből hoaxok és kamu videók születnek aztán, vagy kamu hírek, tehát ezeket a különböző emberek, hát ezeket a videókat igazából feltuningolják, és saját véleményükkel kiegészítve látják el, és aztán végén már köze nincs az igazsághoz. Neked mi a véleményed? Szerinted miért nem történt meg még a nyílt kapcsolatfelvétel? Kik az okai? Az emberiség, vagy éppen ők? Jó kérdés. Nyilván egy ilyen kapcsolatfelvétel, tehát egy nyílt kapcsolatfelvétel az olyan szintű gazdasági és társadalmi és vallási változásokat indítana el, ami miatt az idegenek nem veszik föl velünk nyíltan a kapcsolatot. Véleményem szerint
hiszen abban a pillanatban, hogy megjelennének a egyesek által megváltónak hitt idegenek, azonnal szó szerint megállna az élet az egész világon, hiszen mindenki tőlük várná a nem csak vallási értelembe vett megváltást. Hát, hogy ők majd hozzák az ő technológiájukat, itt akkor nyugodtan letehetjük a munkát, nem kell dolgoznunk, hiszen minden az ödünkbe csöppen, és hát teljesen felborulna az egész világnak az eddig általunk megszokott rendje. Ezt én biztosra veszem. Tehát te úgy gondolod, hogy a nyílkapcsolatfelvétel már nem rajtunk múlik, hanem az idegeneken? Igen, mondhatjuk így. Nyilván az UFO kutatók és a témával foglalkozó embereknek mindent meg kell tenniük, hogy fényderítsenek az igazságra, és tehát a világ több kormánya is egyértelmű, hogy titkol UFO-kkal kapcsolatos dokumentumokat. Ezeket hát persze, hogy titkolnak, hiszen folyamatosan nyilvánosságra is hozzák ezeket. Tehát létezik, de hát a kormányok sem merik ezt igazából felvállalni, hogyha létezik is együttműködés a kormányok és az idegenek között, akkor azt nyilvánosságra hozzák. Tehát valószínűleg mind a két fél egyébként tart ettől. Hát persze, hát itt különböző elméletek vannak. Az, hogy én most erről a témáról mit gondolok, vagy mit mondok, az semmit nem jelent. Mert próbálunk információ morzsákból építkezni és gondolkodni a témám. Itt erről van szó. Nemrégiben Egerben egy konkrét erdélyi történetről számoltál be. Röviden megismerhetnénk, hogy miről volt szó? 1974. június 7-én Erdélyben a Gutin-hegységben egy lehívójá segítségével lecsalogatta Izsáki László az idegeneket, akik neki 86 darab aranylemezt adtak át. Sajnos nem volt teljesen zavartalan ez a találkozás, mert a szekuritáté közbelépett, és hát tulajdonképpen az életük árán, de menteni kellett a lemezeket, egy ideig meg is tudták ezt tartani maguknak annyi időre, amíg ezeket le tudták másolni, de az idők folyamán aztán a szekuritáté kiverte belőlük a lemezeknek a rejtek helyét, és hát elkobozták őket. Azt lehet-e tudni konkrétan, hogy ezeken az aranylemezeken milyen információk vannak? Hát 86 darab aranylemezt adtak át, ami így közkézen forog, az körülbelül egy olyan 20-23 lemez. Hát ezen különböző információk vannak, ami a legérdekesebb talán az, hogy leginkább a magyar rovásírásra hasonlítanak, és tulajdonképpen hát ezzel olvashatóvá is válnak. Különböző üzeneteket tartalmaznak, a univerzumban létező bolygóknak a lakosairól, illetve a kapcsolatfelvételről, és hát számos más érdekes megfejtésre váró lemez is van még, amit én sem láttam. Sokat nyomoztál konkrétan ebben a történetben. Mennyire tartott hitelesnek, hiszen itt még konkrét tárgyi bizonyítékokról is van szó? Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy én ezzel az esettel úgy kezdtem el foglalkozni, hogy én ezt az egészet egy szkeptikus oldalról közelítettem meg, és én nekem erről született egy nagyon szkeptikus cikkem, ami tulajdonképpen az elődeim, akik ezzel az esettel foglalkoztak, többfélét publikáltak, és én ezek alapján én úgy döntöttem, hogy ez az eset ez nem történt meg. Ez úgy abban a formában nem igaz. Ennek hatására kerestek meg engem többen, olyanok, akik elkezdtek egyáltalán foglalkozni ezzel az esettel, akikhez került egy bőrönnyi anyag, Izsáki Lászlónak a hagyatéka, és hát tulajdonképpen ők próbáltak engem meggyőzni arról, hogy már pedig lenn ez az eset, ez megtörtént. Akkor döbbentem rá, hogy valójában lehetséges mégiscsak, hogy van ez mögött az eset mögött valamilyen igazságtartalom, mert úgy gondolom, hogy az a több ezer oldal, amit Izsáki a saját kézírásával
ahogy a megfejtése törekedett az aranylemezeknek a megfejtésére, illetve az egész esetnek a leírása és a tortúrája, hogyan ő próbálta fölvenni más UFO kutatókkal, akár Romániában, akár Magyarországon, illetve a spanyol UFO kutatókkal is próbálta felvenni a kapcsolatot és információt átjuttatni ezzel az üggyel kapcsolatban. Hát ugye a 70-es években ez azért nem volt olyan egyszerű, és azért a cenzúra az rendesen működött is, tehát nem nagyon sikerült. Igazából hát ő egy nagyon kihasznált emberré vált. Ő nagyon sok kutatóban megbízott, nagyon sok kutatónak elmondta az ő esetét, és hát igazából amit ő szeretett volna létrehozni egy nyári tábort, ahol az ő belátása szerint ezt a úgynevezett lehívójel, ami így 100%-osan természetesen nem igaz, mert nem csak ez kell ahhoz, hogy kommunikálni, vagy egyáltalán találkozást tudjunk létrehozni az idegenekkel, hogy ezt föl tudja rajzolni, és hogy ott egy folyamatos postafiókot szeretett volna létrehozni, és ehhez neki szüksége lett volna támogatókra. Lehívójel? Szerinted mi kell még ahhoz, hogy egy ilyen kapcsolatfelvétel ennyire egyszerűen létrejöhessen? Hát az az igazság, hogy erről most jelenleg nem szeretnék beszélni, mert jelenleg... Titokban kérdeztem bele folyamatban? Így van, ez egy folyamatban lévő ügy. Erről majd a későbbiekben. Talán zárjuk avval a mai beszélgetésünket, hogyha netán létrejön egy ilyen nyílt kapcsolatfelvétel, ugye nem hagytok ki bennünket belőle. Negyedik dimenzió. Megjelent Sós Tibornak, az UFO Szövetség volt elnökének legújabb könyve. Idegenek? UFO-król komolyan címmel. Az ismert kutató 30 év helyszínelő munka döbbenetes eredményeit foglalja össze több száz oldalon. A rendkívül jól megírt, dokumentumokkal, fotókkal, illusztrációkkal gazdagon ellátott mű igazi etalon lehet a magyar UFO kutatásban. Elolvasva a könyvet, joggal tehetjük fel a kérdést, valóban ők az idegenek? Rendeljen meg ön is egy dedikált példányt a 0620 34 63 901-es telefonszámon, vagy a sostibor@freemail.hu internetes címen. A gyógygomba kivonatok az immunrendszer szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség megőrzésében. A Varga Gábor féle gyógygomba kivonatokat megtalálják Szegeden a Kossuth Lajos Sugár út 55 szám alatt, illetve Hódmezővásárhelyen a Móricz Zsigmond utca 1 szám alatt. A képzett szaktanácsadók minden hétköznap 9-től 17 óráig várják a kedves érdeklődőket, vásárlókat. Forduljanak hozzájuk bizalommal! Fedezzék fel az évezredek óta ismert gyógygombák jótékony hatásait! Víztisztítás felső fokon. A legújabb típusú ivóvíztisztítók óriási választékban, akár szerelés nélkül, illetve irodai alkalmazásban is. Kínálatunkban szerepelnek még automatikus vízlágyítók és vastalanítók, illetve arzénmentesítők. Egészséges? Maradjon is az! A Vitaking termékeivel ebben segít önnek a Lévai Stúdió Kft. Hit a természetben! Vegyszermentes kozmetikumok és tisztítószerek. Ugye már tudja? Segít a Lévai Stúdió Kft. Mindezekről tájékozódjon bővebben, bemutató termünkben. Szeged, Szabadkai út 24. Telefon 62-es körzet 313-225, illetve 0670-266-2853. Megújult külsővel és éttermi résszel, a régi közkedvelt ízekkel, incsiklandozó halételekkel, sertés, csirke, pulyka frissen sültekkel, tésztafélék bőválasztékával várja kedves vendégeit a Jobb, mint otthon kis vendéglő. Szeged, Napos út 5/B. Ha nem csak enni akarja a halat, de fogni is, akkor feltétlenül látogasson el a Lencsés horgásztóra, és legyen meg a három kívánsága. Fonty! Csuka, esetleg egy kapitális méretű harcsa. Csak önön múlik, próbáljon szerencsét! A Rehab Hungária Kft. Több évtizedes szakmai tapasztalattal biztosítja a gyermekek és felnőttek gyógyászati segédeszközzel történő ellátását. Egyedi igényeknek megfelelően készülő segédeszközeink, mint a gyógycipők, a lúdtal betétek, művégtagok, ültetőrendszerek, járógépek, fűzők gyártása nem csak megelőző céllal történik, hanem a napi életvitel könnyebbé tételét is biztosítják. A kereskedelmi termékeink közül a szobai és utcai elektromos kerekes székek is egyedi igény szerint rendelhetők. Ortopédiai szakrendelés, rehabilitációs gyógytorna,
továbbá vállaljuk a nálunk vásárolt termékek szervizelését, javítását, átalakítását, illetve segítséget kaphatnak tőlünk a különböző protézisre szoruló ügyfeleink is. Bővebb tájékoztatásért vagy szakmai tanácsért forduljon hozzánk bizalommal. Rehab Hungária Kft. Szeged, Zászló utca 4, A per B. A nagy STK mellett lévő gyógyszertárunkban reggel 7-től este 9-ig várjuk vásárlóinkat. Gyógyászati termékeink mellett itt a Kabai Patikában számos készítménnyel állunk rendelkezésére. Homeopátiás készítmények, baba-mama termékek, saját készítésű krémek, illóolajok, vitaminok, táplálékkiegészítők, különböző kozmetikumok, allergia elleni termékek. Szolgáltatásainkról, termékeinkről kérjük, érdeklődjön gyógyszerészeinknél. Kabai Patika, Szeged, Tisza Lajos körút 95. Visszahívási kampány minden Toyotára. Vizsgáltassa át autóját ingyenesen egy Toyota specialistával. Mindezt megteheti a márka szerviz felszereltségi és színvonalú T-Max szakszervizben. Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink segítenek önnek új és használt gépkocsi vásárlásban és értékesítésben is. De nem jelent gondot a helyben történő műszaki vizsgáztatás és eredetiségvizsgálat sem. Mindemellett magas színvonalú szakszervíz, karosszériajavítás, fényezés a legmodernebb eljárásokkal. Csupán csak ráadás a gumicsere és autókozmetikai lehetőségek. Nagy segítség lehet az autó bérbeadás és csere autószolgáltatásunk is. Szeretettel várunk minden Toyota tulajdonost, aki szeretné Toyotáját márka szerviz színvonalon javítatni töredék áron. T-Max szakszervíz. A biztos megoldás. Negyedik dimenzió. Az győzött meg, hogy saját magam tapasztaltam dolgokat. Ezt hiába is magyarázza az ember egy olyan másik embernek, akinek még nincs a szellemi úttal tapasztalata. Bizonyíték maximum az lehet, hogyha ő maga is tudatossá válik a szellemi útjára. Én magam az első élményeimet 3 évvel ezelőtt szereztem. Annyi történt csak, hogy ugye engem világéletemben foglalkoztatott az UFO téma, 9-10 éves korom óta, és hát ennek kapcsán kezdett el érdekelni a szellemi út is, mert úgy vélem, hogy a kapcsolatfelvétel egyik fő momentuma a szellemi útunkra való tudatossá válás lehet. Teljesen laikusan kérdezem, hogy a szellemi út alatt mit értesz konkrétan? Az emberi tudatnak egy nagyobb fokú kiteljesedését, egy nagyobb rálátást a világra. Nem feltétlen olyan dolgokat, amik az öt érzékszervünkkel érzékelhetőek. Nem UFO darabokra gondolok, vagy nem feltétlenül tárgyi bizonyítékokra, hanem gondolati, érzésbeli dolgokra inkább. Hát ezt legtöbbször meditatív állapotban lehet elérni. Nekem spontán jött az első ilyen lehetőségem, ha lehet így mondani. Körülbelül 3 évvel ezelőtt történt, amikor egy reggel úgy ébredtem föl, hogy én úgy érzem magam, mintha igaz, hogy ehhez a világhoz tartozom, de mintha egy külső megfigyelőként megnéztem volna az embereket, és én azt vettem észre, hogy az emberek a saját szellemi minőségüktől el vannak szakadva, és hogyha ehhez visszatérnek, akkor a világban sokkal több lenne az összetartozás, illetve hát sokkal jobban működne ez a dolog, hogy az emberek egységben tudjanak élni. Azt mondod, hogy el vannak szakadva. Ez most kim múlik? Rajtunk múlik, rajtunk is múlik, vagy mi kell ahhoz, hogy ez a kettő újra találkozzon? Szerintem rajtuk is múlik, egy belső lelkigény kell hozzá. Szerintem, hát
úgy érzem, hogy erre még nem mindenki érett meg, nem mindenkinek van igénye arra, sőt, sokan nem is tudnak arról, hogy szellemi úton járnak, tehát szerintem minden ember szellemi úton jár, sokan nem tudnak róla, de ha van egy őszinte vágyuk arra, hogy erre tudatossá váljanak, akkor hát rálépnek erre az útra, és elég különleges élményeik lesznek, amik nem hasonlítanak arra, mint amikor ébren vannak. Erre az útra bárki ráléphet, vagy a spontán jön, vagy kell hozzá esetleg tanítómester? Mit tegyen az, aki téged hallva rá akar lépni erre az útra? Hát ez szintén egy jó kérdés, mivel hogy nekem spontán jött, egy külső mestere is lehet az embernek, természetesen nekem ilyen nincs. Esetleg egy külső mester is az élményei elmondása alapján rávezetheti arra azt, akinek igénye támad arra, hogy mit tegyen ahhoz, hogy erre rálépjen ő maga is. Neked megváltozott az életed, mióta tudod, hogy ezzel az úton jársz? Az egész világlátásom változott meg. Az egész világlátásom megváltozott. Az emberi kapcsolataidban ez mennyire befolyásoló tényező? Hát abszolút nem befolyásol, mivel hogyha valaki olyannal beszélek, aki ugye a hétköznapi életben úgy él, ahogy én is, mint egy 3 évvel ezelőtt még, akkor hát én azt tudom, hogy nem várhatom el, hogy olyan dolgokról beszélgessek vele, ami például az én kedvenc témám is. Hát semmi nem változott azóta az emberi kapcsolataimban, tehát nem haragszom rájuk, nem vesztem össze senkivel. Ezen belül van valami kiemelt kedvenc témád? Igen, hát a tudatkutatás ezen belül én nem az aktuális tudománynak megfelelően, inkább a mitológia, vagyis inkább a tátos világlátás az, ami engem érdekel, a különböző világok közötti utazás, és az, hogy az ebben a világokban levő lényekkel hogyan tudunk kapcsolatot teremteni, kapcsolatot tartani, hiszen a tátos számára én úgy vélem, hogy nem az a kérdés, hogy létezik-e földön kívüli, hanem az, hogy ő maga is képes kapcsolatot tartani vele, és rendszeresen meg is teszi. Ezek szerint számodra is egyértelmű a földön kívüliek jelenléte? Egyértelmű a földön kívüliek jelenléte. Igaz, egy kicsit másképp fogalmazom azzal kapcsolatban, hogy mi a földön kívüli. Akkor fogalmazd meg! Úgy gondolom, nehéz ezt nekem most megfogalmazni, mert hirtelen jött. Tehát úgy gondolom, hogy egy másik tudatmezőhöz tartozó szellemi lény. Na most, hogyha tátos a különböző tudatmezők között átjár, akkor neki tökéletesen rálátása lehet a földön kívülieknek a miben létére, kik ők, mit szeretnének, mit nem szeretnének, és azon kívül teljes mértékben szerintem egy földön kívüli társadalomnak a tagja is lehet, de persze nem lesz az, mert ő attól még földi ember marad. Van-e valami köze ennek a témának ahhoz, hogy hány dimenzióról beszélünk? Én nem tudom, szerintem matematikai fogalom a dimenzió, teljesen mást érzékel a szellemi úton járó, mint amit a matematikusok megfogalmaznak. Számomra a negyedik dimenzió az a tudatosságnak egy magasabb szintje, ahol az anyagvilági létre a tátosnak teljes mértékben rálátása van, úgy, mint múlt, jelen és jövő, tehát ő ezekben a régiókban teljes mértékben tud utazni, illetve rálátása van. Gallat vagy beavatkozás címmel tartottál nemrégiben előadást. Mi volt ennek a lényege? Nagyon sokat vizsgálódtam azzal kapcsolatosan, hogy mégis mi lehet az a kérdéskör, amit az emberek biztosra gondolnak, hogy földön kívüli beavatkozás történt bizonyos esetekben, esetlegesen, vagy csak egy mentális zavar hozta létre azt a képzelgést, hallucinációt, vagy egyéb olyan dolgokat, ami ez a delikvens számára teljes mértékben valóságosnak tűnt. És ez volt az a kérdéskör, ami elindított ezen a vonalon, hogy ezt mélyebben meg kellene vizsgálni, bele kellene menni, és hát érdekes dolgokat láttam és tapasztaltam.
ha már így belementél, ki tudnád beleemelni egy-két érdekes dolgot? Én a sámanizmust szeretném kiemelni első körben, hiszen ott láttam egy olyan meglepő összefüggést, ami maximálisan alá tudja támasztani ezt a szó összetételt. Ugyanis, ha megnézzünk egy őslakos indián törzset Dél-Amerika őserdejében, akkor náluk ugye ez egy hagyomány, mint sámánizmus, tehát egy konkrét szertartásról beszélünk, ahol bizonyos sámánszereket, például az ayahuaszkát is használják a megfelelő tudatállapot eléréséhez, ahhoz, hogy megtapasztalják ezt az úgynevezett transzdimenzionális élményt, és erről nagyon sok információt is gyűjtöttem. Ráadásul azért is, mert a spirituális fejlődésem kapcsán én is kapcsolatban léptem a sámánizmussal, és valóban ez nem légből kapott információ, amit az őslakos indiánok mesélnek, hiszen ez valóban így van, egy bizonyos szer hatására a tudatállapotuk megnyílik, és olyan beavatkozásról, illetve földönkívüli élményekről tudnak beszámolni, ami fizikális valójában nem történik meg, viszont mentális síkon maximálisan végigvezethető 100%-osan az elejétől a hatás végéig. Mennyire ingoványos terep ez a szer hatása szempontjából? Vigyázni kell vele természetesen, tehát nem ajánlatos ezt csak úgy felelőtlenül használni. A megfelelő óvintézkedések mellett szokták alkalmazni, még az őslakos indiánok is természetesen, tehát nem veszélytelen, nyilván az őrület határáig el lehet jutni egy ilyen állapotban, ezért nem ajánlatos, tehát én sem ajánlom mindenkinek, tudattalan embernek ezt a használatot, illetve ezt a megoldást. Viszont ha a használója tudatában van annak, hogy ő mire készül, és lelkileg lezárt magában mindenféle negatív dolgot, ami a múltjában történt, akkor egy pozitív élményre számíthat. Ha jól értelmezem a szavaidból, akkor ez idézőjelben egy teljesen más tudatállapot? Kinyílik a tudat egészen pontosan, és az fog megnyilvánulni, ami a tudatalattiban el van rejtve az ember agyában. Mennyire veszélyes ez? Ez veszélyes, hiszen a legnagyobb félelmeknek a gyökere is ott található. Viszont ezt lehet gyógyító célra is használni, nem? Mert ha felszabadítok régi, nyomasztó élményeket, és ezek továbbiakban elmúlnak, ez azért használ, nem? Természetesen a pszichológia is használta már nagyon sokszor ezt a megoldást. Ugyanezt a szert is, vagy esetleg egyéb halucinogén, ma már kábítószernek minősülő szereket is használtak természetesen ilyen célokra, amit sikeresen véghez is vittek, csak hát ugye a hozzászokásnak a lehetőségével nem számoltak, ezért betiltottak mindenféle kísérletet, ami erre a tevékenységre vonatkozott. Az éremnek viszont lehet egy másik oldala is. Lehet, hogy sok esetben jobb volna, ha a páciens nem tudná meg, hogy mi történt vele. Nekem negatív személyes tapasztalásom nem volt ebben a témakörben, viszont pozitív annál inkább, és hozzáteszem, hogy mindenféle segédeszköz, illetve halucinogén szer használata nélkül, ugyanis így is el lehet érni ezt az állapotot. Teszem azt, ha már a sámanizmus keretein belül vagyunk, egy egyszerű természetünnepen ezt át lehet élni, az úgynevezett révülést, tehát leginkább így tudnám megfogalmazni ezt a kérdéskört. Egy sámán dobbal a tűz körül énekelve, ez maximálisan beépül az embernek a tudatába, és ott is megnyílik ez a kapu. A monotonitás az felszínre hozza azokat a pozitív élményeket, ami alapjáraton ott van benne az emberbe, de a csoportenergia az felerősíti, és egy maximálisan pozitív élményben lesz része az embernek. Ha valaki ezt profi módon tudná művelni, ez sokat segíthetne az UFO-kutatásban is, nem? Nagyon jó a kérdés, és hozzá szeretném fűzni azt a kategóriát is, hogy nagyon sok ilyen természetünnepen, sámán ünnepen, amikor már úgy belelendült a tömeg is a csoportos révülésbe, nem egy olyan esetről számoltak be, amikor valóban fizikálisan az égen megjelentek azonosítatlan repülőtárgyak, amit természetesen megpróbáltak megmagyarázni, hogy ez most éppen mi lehet, de egyik sem az volt, amire éppen ők gondoltak, hanem valóban az volt, ami az volt. Tehát azonosítatlan repülő, tárgy, magyarul UFO.